Több mint 400 futó állt rajthoz a Madarasi Hargitán rendezett terepfutóversenyen. A résztvevők három táv közül választhattak, de idén sem maradt el a családi verseny. Gyönyörű időben rajtolt el a hetedik alkalommal megszervezett Hargita Trail Run hegyi futóverseny. A maratoni távon, amely során a futók megmásszák a Hargita hegység csúcsait, Simon István volt a leggyorsabb. Neki 4 óra 15 percre volt szüksége, hogy teljesítse a 42 kilométert. Jó, nehéz, mind amilyenre számítottam. Ezelőtt 3 éve voltam még, úgyhogy nagyjából ismertem a pályát. Tudtam, hogy nagyon technikás, sikerült azon az időn javítani, most az idén így sikerült, hogy első lett. A félmaratonon 1 óra 40 perc volt a győztes idő, míg a 10 kilométeres crosszon 59 perccel Péter Attila diadalmoskodott. A Madarasi Hargitán megszervezett terepfutóverseny része volt a 2019-es Kárpátok körversenynek is.